másik együttesben táncoltam, és hát úgy gondoltam, hogy ott már teljesítettem, amire predesztinálva voltam, és saját utamat akartam járni, és külföldre szerettem volna menni. És már is kezdtem szervezni az utat, de az élet közbe szólt. Az egyik táncosom, a Borics Anna Mária szólt, hogy van egy ismerős, akinek van egy ilyen álma, hogy ő szeretne egy együttest, és összehozott vele, és akkor leültünk, beszélgettünk, és hát ez lett belőle. Az, hogy egy olyan társulatot hozzunk létre, aminek az alapja a tánc, tehát a tánc csak az alapjai, és olyan minőségű produkciókat, olyan dolgokat, előadásokat csináljunk, amik a világon bárhol felkeltik Magyarország iránt az érdeklődést. Tulajdonképpen ilyen magyar pozitív országimást szeretnénk létrehozni bárhol a világon, akár Magyarországon vagy külföldön járunk, akkor az emberek rácsodálkozzanak a tánc, a kultúra, a zene szépségére, és egy olyan lelki töltetet kapjanak, hogy tudjának feladásig, hogy hú, de jó volt ez, kik voltak ezek, és büszkék legyenek arra, hogy magyarok. A tervünk az rengeteg van, nagyon sok. Hát nagyon szeretnénk külföldön megmutatni magunkat, már egy-két ilyen külföldi promóter, színházigazgató, nem egy-két, elég sokan látták már az előadást, hol itt, hol ott. És hát mindenki azt mondta, hogy hát ez fantasztikus, és ki kell, hogy menjünk külföldre. De hát ez nem úgy megy, hogy akkor már holnap, hanem ez egy elég komoly szervező munkát igényel, és megbeszéléseket, pénzügyi, utazás, mindenféle szervezést igényel. Tehát most tulajdonképpen ennek a folyamata zajlik többek között, de hát bárhol voltunk eddig, akár Magyarországon is voltunk egyszer-kétszer külföldön, azok inkább csak ilyen kis bemutató jellegek voltak, mindenki csodálkozva nézték, hogy mi ez, és nagyon tetszett nekik, ami tulajdonképpen jó visszajelzés, hogy talán jól úton járunk. Hosszabb távon szeretnénk gondolkozni, ilyen 10 évekre, és olyan műsorokat, olyan produkciókat létrehozni, amik a maguk nevében unikálisak, kuriózum számba mennek, és hát amit mondtam, hogy vágynak az emberek, hogy megnézzenek minket, és keresnek minket, teltházakkal tudunk játszani, és hívnak minket külföldre, ide-oda-oda. Éppen egy év alakultunk, és hát egy év alatt hoztuk össze ezt a produkciót, azóta elég sokat utaztunk vele. Most folyamatban van még egy vagy két produkciónak a létrejötte, de hát nem akarjuk elkapolni. Tehát azt szeretnénk, hogy amit létrehozunk és megcsinálunk, az minőségileg az egy olyan szinten legyen, hogy az emberek azt mondják, hogy na ez igen, ez rendben van. És ahhoz meg idő kell. Nem súlykolni akarom a magyarságot, nem az a cél, hogy csak megmutatni, hogy mi is emberek vagyunk. Tehát akár egy német, egy angol, egy amerikai, osztály, teljesen mindegy. Nekünk is vannak érzéseink, amik egy kicsit másképp vannak megfogalmazva, de ha egy külföldi ezt megnéz az előadást, akkor azt gondolom, hogy ő is szembe találkozhat önmagával. Meglátja a saját érzelmeit, saját félelmeit, örömét, bánatát, fájdalmát akár, hogyha egy olyan képet vagy olyan hangulatot tud elkapni, akkor, tehát ez tulajdonképpen nemzettől vagy néptől független, csak mi így mutatjuk meg ezt, mert mi magyarok, nekünk más a kultúránk, mások a táncos, zenei, táncművészeti, mindenféle gyökereink, és ez a mi. De nem attól, hogy most mi vagyunk a bocsánat, tehát nem így értem ezt a súlykolást, hanem tehát mi csak ezt szeretném, a mi kultúránkat szeretnénk megmutatni ebből az aspektusban. Thank you.
dubstep-pel, hip-hop-pal, kortárstánccal, nem is tudom, nem mindenfélével, meg ilyen őrült ötletekkel. És akkor ehhez társul még egy nagyon komoly zene, amit a Kerekesband írt az egyik részét, akkor Csíkzenekartól vettünk át zenét, valamit az Anselmókrok élőbe zenél, akkor ezt megspékeljük egy olyan látványvilággal, amit táncos producer eddig még nagyon nem lehetett látni, ilyen formában, ilyen ledrácsos, intelligens lámpás. Hozzájön még egy artista, aki bohóc is, artista is, egyben lélegzetájutó dolgokat tud csinálni a levegőben, meg a földön egyaránt. És az egészet még úgy csináljuk, hogy kicsit interaktív bevonni a nézőket az egészet. Ilyen, remélem, hogy jó értelembe vett kultúrmixet tudunk létrehozni, ami önmagában így, tehát sokfajta részletből tevődik össze, de azt gondolom, hogy nagyon.